Bíz magadban, és bíz abban, hogy igenis az álmok valóra válnak. Igenis, mindent megkaphatunk az életben, amit szeretnénk. Légy hálás minden nap, minden órában, és minden percben, mindenért, ami az életedben van, és amit az életben kapsz. A hálának nagyon nagy ereje van. Tűzd ki célokat, és küzdj. Küzdj addig, míg el nem éred azt, amit szeretnél. És egyet ne feledj. Mindig van kiút minden szituációból. Csak menni kell az úton előre, le kell küzdeni az akadályokat, és hinni kell abban, hogy igenis, minden sikerülhet. Na, hello, sziasztok! Üdvözöllek egy újabb videóban, itt a YouTube csatornámon. A mai videóban egy elég érdekes témáról lesz szó, amit igazából eddig nem emlegettem nektek. Néhányan rá is kérdeztek, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy most erről fogok egy kicsit beszélni. Kijöttem egy picit így a természetbe, az erdőbe, egy nyugodt helyre volt szükségem, hogy jöjjön az ihlet, amúgy nem mindig olyan könnyű elmondani mindazt, amit szeretnél úgy is, hogy ugye ti, akik nézitek ezt a videót, megértsétek, hogy mit is akarok átadni nektek, vagy mibe próbálok segíteni. Így hát a mai videóban elmesélem nektek azt, hogy hogyan jöttem én ide Németországba, hogy még mindig itt lakom. Ugye Erdélyben születtem, és már körülbelül ilyen, hát már lassan mondhatom, 7 év, közeledünk a 8-hoz, itt élek. És azt szerettem volna elmondani nektek, hogy lássátok ti is, hogy nem mindig minden a jóról kezdődik, vagy hogy igazából nekem se volt elején, ugye, amikor idejöttem, olyan könnyű, mint most, és hogy elég sok akadályt kellett leküzdjek, és hogy elég sok mindenen kellett átmennem, hogy ide kerüljek, ahol most vagyok, és ezért is jöttem így ki ide az erdőbe, hogy el tudjam mondani nektek mindazt, amit én átéltem, és hogy ennek ellenére is így mindig pozitívan állok a dolgokhoz, és hiszek abban, hogy igen, igenis minden beteljesül az életünkbe azt, amit szeretnénk. Most keresek valahol egy helyet, ahova így le tudok ülni, és akkor így el is kezdeném, hogy hogyan kerültem én a mezőről, úgymond, vagy a kinti mezőgazdaságból most egy irodai posztba, vagy egy, hát nem is tudom, hogy nevezzem, de így a cím az pont megfelel, hogy a hagymaföldbe kezdtem, és hogy most egy rettenetesen nagy német cégnél, aminek több száz munkása van Németország szerte, ülök az irodában, és kvázi én kontrollálok mindenkit, és kontrollálom mindenkinek az óráját. Hát azt kell mondjam, hogy meg vagyok így elégedve azzal, amit elértem. Na és akkor sikerült. Megtaláltam egy helyet, ahol így megállt a kamerám is, úgyhogy akkor így el is kezdeném. Hát ugye úgy kezdődött ez az egész, hogy én már azt éreztem suli közben, hogy én külföldön szeretnék élni, tehát igazából én mindig azt kívántam, hogy én meg szeretném azt tapasztalni, hogy igenis külföldön éljek, tehát hogy új embereket ismerjek meg, új kultúrát, új helyeket, és ez így mindig egyre ez a vágy egyre nagyobb lett, és egyre jobban szerettem volna ezt. És hát akkor így adódott egy lehetőség, hogy én ugye egyetemen voltam,
És akkor így a vakációba adódott egy lehetőség, hogy Németországban lehet jönni dolgozni 2 hónapot, de ugye mezőgazdaságban. Na hát ez annyira távol áll, eltakarom a napot. Na hát ez annyira távol áll amúgy tőlem ez az egész ilyen mezőgazdaság, meg én, ez nem volt valahogy ez az én, hát nem is tudom, hogy mondjam, annyira nem az én, nem nekem való, úgy érzem, és nem is szeretem csinálni, úgyhogy mindenki ugye megvan, hogy ki mit szeret csinálni, nekem ez nem volt az erősségem, de viszont ugye nagyon kellett a pénz, nagyon mondhatom azt, hogy voltak olyan vágyaim, amiket meg szerettem volna valósítani, de hogy anyagilag nem álltam olyan jól, és ezért úgy döntöttem, közben próbálom eltakarni a napot, ezért úgy döntöttem, hogy igenis bevállalom, és hogy kijövök ide 2 hónapig dolgozni. Na, ki is jöttem, hát elmondom nektek, hogy az a 2 hónap volt életem, hát szerintem legnehezebb, mondhatom azt, munkailag a legnehezebb része az életemnek, mert úgy voltunk, most így próbálok ide betenni ilyen pár képet nektek, meg videót, hogy lássátok, hogy miről van szó. Tehát kvázi úgy voltunk, mint a rabszolgák. Ilyen reggel 5-kor kellett kelni, és este 8-ig dolgoztunk, még vasárnap is dolgoztunk, tehát szabad nap nem volt, és akkor így hajtottak rendesen, tehát órabérre dolgoztunk, jöttek, mondták gyorsabban, nagyon, tehát nagyon-nagyon a körülmények, azok nagyon nehezek voltak, meg nekem őszintén megmondom, nem tetszett, nagyon nem, és ezért is tisztelem azokat, akik tényleg minden évben kijönnek ide pár hónapot, és nagyon keményen dolgoznak azért, hogy eltartsák a családjukat, és én ezt átéltem, és tudom, hogy mennyire nehéz a mezőgazdaságban dolgozni itt kint, mert tényleg, hogy mint a rabszolgák, tehát úgy kell dolgozni, és nagyon kihajtják belőled mindent, amit lehet. Úgyhogy én 2 hónap után, miután lejárt, el is döntöttem, hogy többet ezt nem csinálom, ez nem nekem való. Tényleg nagyon-nagyon tisztelem azokat, akik tényleg minden évben kijönnek ide, és keményen dolgoznak azért, hogy eltarthassák a családjukat. Úgyhogy nem tudom, hogy nektek van már ilyen tapasztalatotok, de ha van, nyugodtan írjátok oda a kommentbe. És szeretném, hogyha így egymással egy picit ezeket a tapasztalatokat megoszthatnánk, és abban is segíteni egymásnak, hogy ne adjátok fel, és higgyetek abban, hogy igenis van jobb lehetőség is arra, hogy esetleg pénzt keressetek, arra, hogy esetleg jobb életet éljetek. Na, közben el kellett jönnöm arról a helyről, mert ugye itt nagyon sokan sétálnak az erdőbe, meg kutyát sétáltatnak, meg bicikliznek, főleg, hogy így most szeptemberben ilyen szép idő, 25 fok, ritka. Na, és akkor folytatnám is. Tehát kijöttem 2 hónapot ide dolgozni, mezőgazdaságba, persze nem tetszett nekem, el is döntöttem, hogy én többet soha ezt nem csinálom, tehát tényleg tiszta rabszolgaság, és akkor megismerkedtem ez az idő alatt, amíg itt kint voltam, az akkori partneremmel, és így úgy döntöttem, hogy miután elvégeztem az egyetemet, akkor megpróbálom a németországi életet is, és úgy döntöttem, hogy én igenis kiköltözök Németországba. Ez nem volt könnyű döntés, ugye, mert már alapból mindent a zéróról kellett itt kint kezdeni, és ugye a nyelv az nem ment, tehát körülbelül zéró, így mindent újra kellett kezdenem, meg kellett tanulni a német nyelvet, és azt nem mondjam el, hogy amikor ide kiköltöztem, akkor körülbelül egy hónap után már neki is kezdtem dolgozni. Nagyon nagy szerencsém, hát igazából nem szerencse, mert
Az ember azt kapja az életében, amit bevonz, amire sokat gondol, amit szeretne, hogyha hisz önmagában. És ezért én nem mondom sose azt, hogy ez szerencse, hanem ez inkább annak a gyümölcse, amit én igenis mindig kívántam, és amiben hittem. És hát ez működött. Ez valahogy mindig működött. És így, amikor kijöttem, megismerkedtem egy szépségszalon főnöknőjével, aki egy nagyon-nagyon kedves nő, és aki későbbiekben, és még most is nagyon-nagyon sokat, nagyon-nagyon fontos személy számomra, nagyon sokat tanultam tőle, és hálás is vagyok, hogy őt megismerhettem. És képzeljétek el, hogy annak ellenére, hogy nem ment nekem a nyelv, azt mondta, hogy semmi gond, szeretnél dolgozni, itt van egy lehetőség, jöhetsz körmözni a szalomba hozzánk. Ugye én közben, egyetem közben elvégeztem a körmös fodrászkurzust, és én ennek nagyon örültem, hogy kijöttem Németországba, és egyből elkezdhettem egy szépségszalomba dolgozni, tehát annak ellenére, hogy nem ment a nyelv. De én hittem abban, hogy igenis én meg tudom tanulni a nyelvet, tehát ha másnak sikerült, nekem miért nem. Semmi gond nélkül én elkezdtem dolgozni, úgyhogy most akkor így meg is mutatnám nektek a szalont, hogy hogy néz ki, és azt is elmondom, hogy ahogy elkezdtem körmözni, és egyre jobban kezdett menni a nyelv, felajánlottam a főnöknőm, hogyha szeretném, akkor részt vehetek fodrászatban is, ugye a fodrászatot azt már elvégeztem, tehát abban is besegíthetek neki. Közben mindenki felmondott a szalomban, aki még dolgozott, és csak ketten maradtunk, és így neki segítsége volt valakire, aki a fodrászatba is besegítene, mondtam, persze, nagyon szívesen, úgyhogy így elkezdtem a fodrász részlegen is dolgozni, és akkor így megkérdezte, hogy nem szeretném magam továbbképezni, esetleg a kozmetikából is valamit megtanulni, hogy ott is tudjak besegíteni, mondtam, de igen. Így elvégeztem a szempilla hosszabbítás kurzust, és akkor elkezdtem pillázni. Tehát igazából nagyon szuper volt, és tetszett is nekem nagyon, sőt, még most is oda bejárok. Úgyhogy most megmutatom nektek, hogy néz ki a szalon, és hol dolgoztam 6 évig. Thank you.
Igen, ez lett volna a szépségszalon, és tényleg, tehát sose azért jöttem el onnan, mert nem szerettem, hanem ugye ez az egész szituáció, ami most így a világban van, hogy ugye bejöttek a tiltások, nem lehetett dolgozni, egyre kevesebb lett a vendég, egyre kevesebbet dolgoztunk, és egy nap így pont beszélgettünk a szalonban a főnöknőmmel, és mondom, hogy én most valami olyan munkát kell keressek, hogy mint mindenki itt Németországba, szépen irodába, ott dekkolok 8 órát, azt hazajövök, és ennyi. Mondom, hogyha nekik sikerült, mindenki, aki ott van, hát azok mivel tudhat többet, egy olyan, aki ül az irodában, mint például mi. Tehát ha nekik sikerült, nekünk is sikerülhet, mondtam így neki, tehát így beszélgettünk erről, még mondja, hogy na ez igen, azt mondja, hát igazából én téged nem tudlak elképzelni egy ilyen munkahelyen, mert azért te elég aktív vagy, lehet, hogy megunod, mondom, hogy engem nem érdekel, én bízok abban, hogy ez is lehetséges, mondom, tehát én nem ilyen vagyok, hogy ne higgyek abban, hogy én ezt nem tudnám csinálni. Na és akkor így beszélgettünk, ugye, de azt azért nem kell elfeledjük, hogy nekem ilyen végzettségem nincs, tehát én fordító és tolmács egyetemet végeztem, ugye semmi köze a könyveléshez, vagy semmi köze a titkárnői munkához, és most jön a meglepetés, miután ez a beszéd, miután megvolt ez a beszéd így kettőnk között, úgy képzeljétek el, hogy nem telt bele pár hónap, és egyszer kaptam egy telefont, hívott a barátnőm, aki német, és akivel éppen nemrég mondtam neki, hogy ő amúgy irodában dolgozik, és mondtam neki, hogy milyen jól viszi, tehát végig dolgozhatott, neki nem volt ilyen, hogy otthon kellett ülni, és hogy korona időszak alatt is dolgozhatott, és mondom neki, hogy na, hogyha valamit tudsz, van valami jó munkalehetőség, akkor szóljál. És képzeljétek el, hogy felhívott, és azt mondta, hogy keresnek valakit egy irodai posztra, ahol, vagyis aki több nyelvet beszél. És kérdezte, hogy én milyen nyelveket beszélek. És ugye, hogy elmondtam, hogy magyar, román, ugye most már a német is, amit amúgy nem végeztem német kurzus se. Tehát én semmilyen suliba, hanem mindent magamtól. Tehát egyszerűen megtanultam. Nem tudom, hogy, mert amúgy mindenki csodálkozik, de tanultam, mindig mentem, beszélgettem, próbáltam, mindig mindenkinek mondtam, hogy ha valamit nem jól mondok, akkor javítsanak ki. És megy. Na mindegy. És akkor ugye mondtam, román, magyar, német, és a spanyol is megy, tehát spanyolt is ugye tökéletesen mondhatom, hogy értem. Válaszolni még eléggé nehéz, de az is megy ilyen kezdőszinten, és ugye akkor ott van az angol, amit amúgy, amióta itt élek Németországban, így egy picit elfelejtettem, de nem is ez a lényeg. Az is megy kezdő-közép szinten, mondhatom. És azt mondja, hogy van egy lehetőség, érdekel. Mondom, igen, érdekel. Azt mondja, hogy gyere most be, és már is lesz egy megbeszélésed, és akkor eldől, hogy ugye megkapom, vagy nem kapom meg ezt a posztot. És akkor így bementem, és akkor úgy döntöttünk, hogy igenis, akkor 6 hónap próbaidő, ami amúgy most jár le, és akkor próbáljuk meg. Nekem fogalmam se volt, hogy zajlik egy ilyen munka. Fogalmam se volt, hogy mit kell csinálni, hogy milyen programok vannak, hogy most akkor mi lesz, de amúgy azért kellett egy olyan személy ide, aki több nyelvet beszél, mert ugye
a rengeteg munkás, aki külföldről érkezik, amúgy ez egy olajfeldolgozó cég, tehát egy olyan cég, aki olajfeldolgozó cégekkel dolgozik együtt, és a például ilyen, hogy benzinkutaknak a fő pontján, amikor például ilyen felújítások vannak, vagy bármilyen munkálatok, oda kellenek ugye a munkások, és akkor ezek a munkások külföldről jönnek. És ugye, mint tudjuk, amikor egy ember, tehát egy személy jön külföldről, az nem feltétlenül tud németül. És ezért kellett egy olyan személy, aki több nyelvet beszél, hogy a munkásokkal akkor tudjon kommunikálni, ugye, mert vannak olyanok, hogy bejönnek és megkérdik az óraszámjaikat, vagy ugye mi kell leküldjük, hogy kinek hány órája volt, mi kontrolláljuk le azt, hogy esetleg mindenki bejött dolgozni minden nap, hogy ki beteg, vagy esetleg ki vett szabadnapot, ilyenek. Nézem a kamerám. És tehát ilyen dolgok, és ezért kellett egy olyan személy, úgyhogy megint azt mondhatom, hogy minden igazából úgy alakult, ahogy alakulnia kellett. Tehát én sose gondoltam arra, hogy nekem most nincsen könyvelői végzettségem, vagy nincsen informatikai végzettségem, vagy nincsen nem tudom mi, és akkor én nem kerülhetek be, ja, ilyet. Hát én külföldi vagyok, hát most vannak, akik így gondolkoznak, ó, én külföldi vagyok, nem vagyok német, nem kerülhetek be ilyen helyre, vagy ú, ezt nem tudom megcsinálni, nem. És most egy percig megállok, és elmondom nektek, hogy ennek a videónak mi a lényege. Azt akarom elmondani nektek, hogy tényleg, megfordulok, hogy tényleg minden lehetséges. És higgyetek abban, hogy ha valamit szeretnétek, és bíztok magatokban, akkor megkaphatjátok azt a dolgot. Most én nem azt mondom, hogy nekem olyan könnyű volt megtanulni a nyelvet, nekem olyan könnyű volt ide beilleszkedni. Nem. Nagyon nehéz volt. Eleinte azt gondoltam, hogy nem bírom ki, hogy nem tudom azt az életet kiépíteni magamnak, amit szeretnék, de sikerült. És így, ahogy nekem sikerült, nektek is sikerülhet. És igazából mindennel így vagyok. Sokan azt mondják nekem, hát igen, te olyan szerencsés vagy. Miért vagyok én szerencsésebb, mint te? Például. Nem, ez nem szerencse. Ez akaraterő, kitartás és bízás abban, hogy igenis megkaphatom azt, amire vágyok, és meg is kapom. És nem állok le addig, amíg nem érem el a célom. És ezt szeretném nektek átadni. És most lesz egy rövid kis videó, ugyancsak egy ilyen témával, amit ugyancsak ide beteszek nektek, hogy mi történt velem. Kaptam egy a munkából egy autót, ami céges autó, és amit a nevemre írathattam egész addig, amíg ennél a cégnél dolgozom. Ja igen, és még egy, amit elmondok nektek, mielőtt ezt folytatnám. Tehát azt képzeljétek el, amikor itt elkezdtem dolgozni ennél a cégnél, én eldöntöttem magamban, mondom, minden, aki itt született Németországban, mindenkinek van céges autója. Akkor nekem miért nincs? Én azt akarom, hogy nekem is legyen céges autóm, és hogy én is úgy legyek, mint azok, akik már rég itt vannak. És képzeljétek el, hogy tényleg kaptam egy céges autót, és a következő sztori arról szól, hogy megkaptam az autót, elmentem beíratni, megkaptam a számtáblákat. És amikor mentem az autó után a számtáblákkal, hogy vegyem el az autót, akkor egy nagyon érdekesség történt. Igazából ezt mondhatnám azt, hogy egy kicsit néha így fut a fejem, vagy ahogy szokták mondani, túl a fellegekben járok, vagy nem tudom, így elfeledek dolgokat. Úgyhogy most nézzétek ezt a részletet, ami következik, hogy mi történt velem. Hát ezt a vlogot most azért csinálom, mert egy olyan dolog történt velem,
és megint egy olyan szituációban vagyok, ahol próbálom megőrizni a nyugalmamat, és bízni abban, hogy minden jó lesz, és mint mindig minden jól alakul. Úgy képzeljétek el, hogy jöttem otthonról át ide, hogy vegyem el az autómat, amit most irattam be új számtáblával. Ültem a vonatállomáson a padon, és eljöttem a számtáblák nélkül, amit most vettem meg, tehát vadi újak, és ott hagytam a padon. És most voltam az információba, itt, ahová jöttem, és ott nincsen senki a vonatállomáson. És az én számtábláim ott vannak a vonatállomáson, a padon. Na most az a kérdés, hogy bepánikolok, vagy lesz, ami lesz. Úgyhogy most visszamegyek, még várok 10 percet a vonat után, visszamegyek, megnézem, hogy ott van-e a padon, remélem, hogy ott van, és ha nem, nem tudom, mi lesz. De úgy képzeljétek el, hogy annyira örültem, hogy reggel ilyen 10 perc alatt elintéztem mindent, és tényleg gyorsan beírattam az autót, mondom, na, megyek, veszem el az autót, és erre felnézem, számtábla semmi sehol. Durva. Na, megyek most, megnézem, hogy megtalálom, vagy sem. Azt, ha nem, ez van. Abszolút nem pánikolok be. Picit idegesít, de most igazából nincs mit csináljak. Ma reggel már úgy keltem, hogy ilyen nagyon, hát, negatív voltam. És ez az eredménye. Úgyhogy többet nem. Nem hagyom, hogy a negatív energiák elvegyék a kedvemet, ez van, most ha megtalálom, jó, hanem meg csak visszaadják, vagy jelentem a rendőrségen, vagy nem tudom, mi lesz. És itt vagyok, visszajöttem ugye ide, ahol felettem a számtáblákat, meg is mutatom, melyik padon. Várjatok csak, itt hátul. Tehát úgy volt az egész, hogy le voltam ülve oda a padra, és hogy jött a vonat, ugye, mindig mit csinálok, telefonozok, hogy jött a vonat, én szépen arról a padról felkeltem, felültem a vonatra, azt mentem tovább. És amikor 3 megállót tovább mentem, észrevettem, és még gyors vonat is volt, észrevettem, hogy valami hiányzik, hát a számtáblák. Leszálltam, ugye akkor felvettem az előbbi felvételt, és visszajöttem, és kiszálltam a vonatról, és a padok üresek voltak, semmi nem volt ott, beszaladtam oda az infóba, ott van egy ilyen infó, és valaki leadta a számtáblákat, úgyhogy én azt mondanám, hogy ez nem szerencse, hogy valaki megtalálta, s leadta, és Németországban amúgy ilyenek az emberek, tényleg, hogyha valamit elveszítesz, mindig megtalálod, legalábbis én mindig megtaláltam, és inkább az is, hogy pozitív beállítottság, meg én bízok abban, hogy mindig minden jól alakul, úgyhogy itt vannak a számtáblák. Ú, de örülök. Na, most vegyem el az autót. Ültem ide, erre a padra újra, és igazából mindig, amikor ilyen dolog történik, akkor vegyem le ezt a maszkot, amúgy a vonatra kötelező. Úgyhogy mindig, amikor ilyen dolog történik velem, akkor mindig elmondom 3-szor tiszta szívből azt, hogy köszönöm, 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 hogy Úristen, hogyha belegondolok, hogy néha annyira nem ott jár az eszem, ahol kellene, meg mindig így fut a fejem, szokták mondani, és mégis mindig jól alakult, tehát mégis mindig mindent megtalálok, hogyha véletlenül ilyesmi történik, vagyis hogyha rossz dolog történik így, akkor mindig ráébredek, és tudom, hogy na ez azért volt, hogy erre figyelmeztet, és akkor ennek hálásnak kell lenned, és megköszönned, hogy így alakult. Úgyhogy ma is a reggelt nem jól kezdtem, negatívan, és azért történt ez, tudom. Na, de viszont
pozitív vagyok, mindig belátom azt, hogy ezt nem csináltam jól, és mindig, amikor így jön a megoldás, akkor így mindig nagyon hálás vagyok, és mindig háromszor megköszönöm azt, hogy tényleg minden jóra fordult, és most is megtaláltam ezeket a számtáblákat. Úgyhogy körülbelül ennyi. Most megyek az autót, elveszem. Megmutatom nektek, hogy milyen autóról van szó. Igazából ez egy céges autó, de ugye a nevemre van. Most megmutatom, hogy milyen autóról van szó. Na igen, ilyen dolgok is vannak. Úgyhogy remélem, hogy ezek egy picit ilyen tanulságos dolgok számotokra, amiket így mondok, hogy higgyetek magatokban. És ami nekem még tényleg, ahogy kezdődött a videóm, ami nagyon fontos annak érdekében, hogy ez működjön, és hogy tényleg így a vonzás törvényével éljetek, amiről egy másik videót fogok csinálni, most nem akarok így ebbe belemenni, hogy legyetek hálásak. És tényleg a hála, az, hogy mindenért köszönetet mondunk, az nagyon sokat segít. Tehát át kell érezzük azt, hogy igazából az élet mennyi jót ad, mennyi jót tartogat számunkra, és hogy vannak nálunk sokkal rosszabb szituációban lévő emberek, akik esetleg hálásabbak, mint mi, és hogyha hálásak vagyunk, én garantálom nektek az, hogy egy jobb élet vár rátok, és mondjatok köszönetet, mondjátok el háromszor, hogy köszönöm, 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 ha valami jól sikerült, és mondjatok köszönetet mindenért, mindenért, ami ott van az életetekben, mert van olyan, aki szeretné, hogy azok a dolgok ott legyenek, ami ott legyenek az életében, amik esetleg nektek már ott vannak. És most megmutatom nektek, hogy néz ki az a város, ahol én lakom, Heidelberg, ezt így a végére tartogattam. Megmutatom nektek, van ott egy várkastély, ami az egyik kedvencem, egy nagyon szép kilátóval, és a belvárost is egy picit felvettem, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek, és fogadjátok szeretettel!